Köszöntöm nézőnket, itt vagyunk a Toronyház parklónál, hiszen a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara almavását szervezett Huba Jönne Csabával, megyei elnökkel beszélgetünk. Honnan érkezett ide ez az alma? Ez az alma egy konkrétan Vásáros Naméból érkezett. A agrárkamarai elnöktársam Szabolcs megyéből jelezte, hogy több alma fog teremni, mint a szokásos években. Így egy komoly felmérés végezett a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, illetve a Földművelési Minisztérium kérésére és annak irányításával, együttműködésével. És úgy látjuk, hogy kb. 200 ezer tonnával terem az átlagnál több alma, ami nyilvánvaló egyrészt a többlettermés elhelyezése fontos, másrészt problémát okoz még mindig az orosz embargó, ami sújtja az alma termelőket, hiszen az alma exportot nem lehet folyósítani, nem lehet Oroszországba szállítani, nem lehet realizálni. Ezért úgy gondoltuk, hogy megszervezzük országosan az Agrárkamara szervezési hálózatán keresztül az almaértékesítést. Ez azt jelenti magyarul, hogy a 200 ezer tonna almát egy közel 1000 elárusító helyen 2-3 alkalommal tudjuk segíteni az értékesítését. Az értékesítés azt jelenti, hogy minden más árhoz képest a termelői ár az körülbelül 60%-a annak, ami máshol beszerezhető legkedvezőbb árhoz képest is. Itt például ebben az esetben 100 forint kilója az almának, a legközelebbi Tesco-ba 120, a déli gyümölcsök, amivel versenyképes a mi almánk, hiszen a 60-as években 1 kiló jonatánél adtak 2 kiló narancsot, tehát a árarány, ha figyelembe veszük, akkor még mindig nagyon hátrányos az almatermelők részére, nem beszélve arról, hogy maga az alma jonatán, jonagold, illetve ezek a fajta almák, amelyek itt teremnek a mi éghajlati talajadottságaink mellett, ezek minőségileg sokkal jobbak, beltartalmi értékük, sokkal jobb, mint a más minőségű gyümölcsök, ezért a kamara azt is felvállalta a Földművelési Minisztérium segítségével, hogy népszerűsíti az alma fogyasztását, és a vásárlók figyelmét felhívja arra, hogy versenyképes áron, illetve nagyon kedvező áron tudnak beszerezni almát, ami egyébként jó minőségű, peszticidektől mentes, és hát versenyképes áron, és hosszú ideig eltartható. Itt most már többen vásároltak is, lesz még lehetőség, hiszen azért látjuk, hogy fogy az alma rendesen. Szerveznek még másik alkalomra ilyen árusítást? Természetesen mindaddig, amíg a készlet tart. Ez egy bevezető alkalom a mai, azért gondoljuk azt, hogy megfelelőképpen közreadjuk az információt a vásárlók részére, hogy itt a helybe kiszállított almát vásárolják meg, mert ez jó minőségű, a hagyományoknak megfelelően nagyon értékes, beltartalmi értékű áru, ami a régi időkben megszokott gyümölcs volt, és hát egyre jobban szükséges az, hogy újra fogyasszuk, de főleg kiemelném azt, hogy a gyermekek, a fiatalkorok, de mindenki naponta egy-két almát kell, hogy fogyasszanak, azért, hogy egészségesen táplálkozzanak. Akkor reméljük, hogy mindenkinek jutalma, aki szeretne vásárolni, és akkor lesz még több ilyen akció. Reméljük, azon vagyunk, hogy több akción keresztül is eljutassuk a terméket a vásárlók részére. Köszönjük szépen! Én is köszönöm, és hát bízunk abban, hogy eredményesek leszünk ezen a fronton is.